Június 5-én szerdán a Bizinger teremben ünnepelte a Város Stratégiai Bizottság képviselete a Környezetvédelmi Világnapot. 1999-ben döntött ugyanis úgy a város vezetősége, hogy a jeles eseményen minden évben Kitai Belpál díjjal tüntetik ki azt a szemét, aki sokat tett a környezetéért. Győr számára ugyanis fontos a természet, ezáltal pedig a jövő védelme. Az önkormányzat az embereket képviseli. Az embereknek az érdekét az önkormányzatnak fel kell vállalni, és ezért is fontos az önkormányzat részére az, hogy ami az embereknek fontos, ami az emberek jövője szempontjából fontos, az az önkormányzatnak is fontos legyen. Ezért vállalta föl, hogy alapít egy ilyen díjat, ezért vállalta azt, hogy ezt minden évben a ráérdemeseknek kiosztja, vagy jutalmazza őket. A rövid ünnepi műsor után gazdára talált az emlékérem, melyet az előzetes javaslat alapján 2013-ban Vaderna Margit tanítónak ítélt Borkai Zsolt és Sík Sándor. A pedagógus a környezetismereti oktatás, a környezettudatos életmódra nevelés területén végzett több évtizedes munkája eredményeként érdemelte ki a díjat. Iskolájában a szelektív hulladékgyűjtés elindításában, valamint a faültetés területén is élharcos volt, de a győri veszélyes hulladékégető tevékenységét is figyelemmel kísérte. Bár Vaderna Margit 40 év után most nyugdíjba megy, mégis tele van tervekkel. Vissza akarok járni az iskolába is, kis vetélkedőket szervezni a gyerekeknek, vagy akár a növényvédelmet, a növényápolást csinálni tovább az iskolaudvaron velük. Tehát én most úgy megyek nyugdíjba, hogy azt gondolom, hogy amikor majd szabadon, önszántamból mehetek vissza az iskolába, akkor még nagyobb kedvel fogom tenni ezt a munkát. A kitüntetett emellett egy környezetvédelmi egyesület felállítását, valamint egy egészségügyi monitoringozást is tervez a Győr-Szentiváni település részen.